Köszöntöm a brüsszeli gyors nézőit, zsíros Sándor vagyok. Tömeges elszegényedést, vagy pedig gazdasági fellendülést hoz majd be az Európai Bizottság zöld terve. Erről fogadta a testület első alelnökét, Valdis Dombrovskis, riporterünk Efi szakozta. Az Európai Zöld Terv a kontinens eddigi legnagyobb közös projektje lesz amelynek célja, hogy 2050-re karbonsemleges legyen az uniós gazdaság. A időben megvalósul az összes cél és befektetés, az nem drágítja majd meg az életet az egyszerű polgárok számára? kérdezte az Euronews reportere. Amikor a zöld átmenetről beszélünk, annak szociális téren elfogadható módon kell végbe mennie. A számításaink szerint enyhén pozitív hatása lesz ennek a gazdaságra, hiszen egyrészt kijelenthetjük, hogy munkahelyek szűnnek majd meg, miközben a foszilis energiahordozók drágábbak lesznek. Ugyanakkor sok új munkahely jön majd létre, ezek pedig kifizetődővé teszik majd a zöld gazdaságot és a megújuló energiahordozók használatát. Ön szerint az emberek elkötelezik majd magukat a zöld célok mellett? Először is a klímaváltozás már realitássá vált, évről évre jobban érezhető, egyre több a szokatlan klimatikus jelenség. Elég például az ausztrál erdőtüzekre gondolni, vagyis világos, hogy a klímaváltozást kezelni kell. És az is világos, hogy csak nemzetközi együttműködéssel lehet eredményt elérni. Ebből a nézőpontból világos, hogy Európa elkötelezett, és az is világos, hogy vezető szerepünk lesz az ügyben világszerte. Orbán Viktor Varsói látogatása után egyre többen találgatják azt Brüsszelben, hogy vajon meddig marad még a Fidesz az Európai Néppártban. A Lengyel Jog és Igazságosság párt vezetőjével. Jaroszláv Kaczynszkival is tárgyalt Orbán Viktor Varsóban, sajtóhírek szerint ez összefüggésben lehet a Fidesz és az Európai Néppárt vitájával, a Donald Tusk vezette néppárt februárig dönthet a Fidesz tagságáról.